Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Tovább folytatjuk a menetrendváltással kapcsolatos újdonságoknak a bemutatását, és hát ugye azt mondtam, hogy egyik nap valami pozitívat, a másik nap kevésbé pozitívat mutatok be, aztán megint pozitívat. Hát most igazából ugye tegnap pozitívat mutattam, és szerintem nehezen fogok tudni belekötni, és nem is akarok belekötni a mai bemutatandó járatunkba se. Ez egy gyors járat lesz, még nem mondom el, hogy hova, de szerintem már sokan biztos sejtitek. Az egyetlen negatívuma, hogy a személyvonat, ami megmaradt személyvonatnak, ugyanezen a viszonylaton, elmondom, akkor ez Dunaújváros. Szóval, hogy nem tudom, hogy a francba csinálták meg, de viszont a személyvonatnak hosszabb lett a menetideje, mint ami volt. De miért? Nem is értem igazából, és nem ütik egymást, mert a gyors az ilyen csúcsidőben van csak, tehát a személy van a nem csúcsidőben igazából. Úgyhogy fel is csapom a maszkot, na várjatok, ott egy kafka vagy szafka. Na, aztán el is csípjük itt a flörtöcskét, jó? Innen fog indulni a 10-esről. Hú, de rég jártam a délibe. Nem hiányzott. És ott van a Dunaújvárosi gyorsunk, és itt a utastájékoztatón ott van, hogy a hátsó az nem a szerelvény része, tehát a 52-es flört az nem fog elindulni Újváros felé, úgyhogy erre jó, ha figyeltek, azért ilyen nem csak itt a délibe, hanem máshol is előfordul. Úgyhogy le kell sétáljunk, és egészen nagy kuriózum, hiszen pirossal fogunk menni, ami hát nem akkora kuriózum, de egyre kevesebb van. Megjegyzem, ez is egy piros egyébként, csak már át van festve, hiszen 60-ig ugye az összes piros volt. Ő meg az 52-es. Megérkeztünk, igazából egy-két perc késéssel, de tök jól megérkeztünk, és azt gondolom egyébként, hogy erről a járatról, hogy abszolút szükség volt rá, és nagyon nagy öröm, hogy ezt egyébként bevezették. Most pedig vissza, majd egy hosszabbított személyvonatként fogunk szépen csörgedezni, de azért kiszállok egy pár pillanatra. Ja, úristen. Azért nem gondoltam át, hogy én 3 órát fogok ugye oda meg vissza, 3 órát fogok flörtbe ülni.
nem volt éppen a legokosabb döntés. Itt van Újváros. Nincs bent BZ most. Ugye még annyi, hogy azt a menetrendi struktúrát fogjuk követni, hogy innen nem állunk meg majd csak puszta Szabolcsnál, ugye addig, amíg a gyors vonatok, amik lefele jönnek, azok megállnak ugye mind Adonyban, mind Kulcson, mind Rácvalmáson, mind pedig Dunaújváros külsőn, úgyhogy igazából most ennyi lesz a visszafele a plusz, hogy viszont most nem állunk meg Szabolcsig.